Üdv mindenkinek, srácok, hello, hello, sziasztok, kérok vagyok, és kláncsotázni fogunk mai nap, illetve utána még lehet, hogy lesz random, sőt, nagyon valószínű, hogy lesz random, de mindegy, az még a jövő zenéje. Hello, Lulianus, szia, Golden, hogy vagytok, hogy telik a hétvége? Szüttyös, pittyös az idő. Gyorsan telik készülődés a karácsonyra, meg minden ilyesmi is megvan, gondolom. Mi? Hogy? Hát ki... Nem tudom, mehetünk. Csinálhatjuk azt, amit eddig, nekem mindegy. Ja, nem, csak amit bedobtam izét, hogy fönn tájfunkban mindenki két Moszkva, egy Nápoly. Smaland Márszó, meg Montana és Szent Vincentet használ. Azt csak ennyire. Hát jó, csak azzal tudod, meg kell tanulni, úgy csinálni a dolgokat, hogy jó legyen. De ugyanúgy vehetünk ki ujjangot is, tök mindegy. Ja, benyomtam a streamet, hogyha nevek. Mit hozzak most csatolyba? Kozak, én is így mondanád? Hát próbáld ki, hát nekem mindegy. Ja, csak. Mi legyen? De a két Moszkvát azt nem tudom, hogy hogy fogjuk beállítani. Azt nem gyakoroltuk még be, hogy két Moszkva felállással menjünk. Azt te vágod, Rock? Mert a Moszkva Neszkit vittük állandóan. Hát én egyszer megnéztem a izét, ezt a videót, amit belinkeltem, az kész. Mert azért mondom, hogy Moszkva Neszkit azt vágom, de... De mehetünk abban is. Kipróbálhatjuk azt is. Lehet, hogy még most működik. Mondjuk Attisnak nagyon megy a Neszkivel, azt tudom. Hát menjünk úgy, ahogy eddig akkor. Aztán, ha nem megy, majd akkor utána gondolkozunk, hogy váltsunk. Nem? Hát, megpróbáljuk. Vagy Void, akarsz csatajóval jönni, akkor hozzak én izé dédét. Lehet úgy is. A Void is izé nagyon ment neki, mondanába tudom most. Igen, hogy... igen, neki is jó ment. Azt én mondom, hogy... És akkor izé, azon gondolkozok, hogy inkább Yuang az... Akkor inkább azt hozom, mert annak meg... Ebben, amit néztem videót, nagyon sokszor egy oldalra megy a két DD például. Aha.
Volt olyan, hogy az éjszakai pályán a bal oldalát tolták meg, tehát hogy a hegyek mögött ment el a Szent Vincent, úgy nyertek. Volt, hogy a pont az ellenkező oldalon középen ment fel a Szent Vincent egy Moszkvába, ott nyertek, érted? Tehát, hogy a kulcs mindig az volt, hogy az eneminél meghalt a DD. Hát, igen. Ha az megvan, akkor másokkal jobb a helyzet. Ja, nem mindegy. Jó, meg vagy jó. Konkrétan ebbe a videóba például az oroszok, ez a Popeye klán, ez teljesen vissza is esett, Stone-ba csillagoztak a végén, annyit bukta. De ellenük ugyanezekkel a hajókkal jöttek, csak jobban öltek, meg mit tudom én, érted? Vagy éppen jobb volt az RNG? Hát... benne se tudja. Most ezek EU szerverre jöttek át, mi? Most az összes ilyen nagyobb orosz klán itt van. Azt nem tudom, de hát ment ellenük a Rény, meg mindenféle ilyen nevesebb csapat, és igazándiból ugyanezekkel a hajókkal, tudod. Uh-huh. Csak hát azok öltek hajót, ezek a ruszkik meg éppen pont nem sikerült. Van az úgy. Na, itt a gurka. Jó, van ez vicces így. Hol a botont? Na, kicsit már. Hetedszerre találkozunk velük, hatszor már elpicsáztuk őket, már hetedjére is meg kell őket verni. Kicsit hasonló a felállás, nem? Na, elnézték valahogy. Na, okulva a múltkoriból, mi lenne, hogy akkor Nápo is elmegy veled ára? Hm? Rock. Jó, jöjjön. Persze, mindenféleképpen. A Szmalanda ugye, meg mi szokott menni? Ja, egy Moszkva, igen. De szerintem itt mindenki tudja, hogy merre kell menni, nem? Szmalandan akkor merre? Hát ára, csak azon gondolkozok, hogy... Itt az idő, uram! A csata... Próbálj meg középen, hogy bemegy? Kipróbálhatjuk. De akkor... engine boosta. És Nápoly a szélesbe, vagy valahol itt a szigetnél? Hát csak tudni fogják, hogy bemegyek ott. Szélesbe, nem? Igen, szél ide. Persze. Neszkivel persze, hogy jössz ki ide szélesbe, ugye? Meg... a Montiba. Monti vagy, szerintem itt egy ideig ez jó, hogyha itt vagy a székepni. Aha. Na, majd meglátjuk, hogy hogy állom. Én meg ilyesmi olyanokat csinált, hogy ide állította a Moszkvát, meg ide. Fönt ugyanígy, ide az egyiket, ide a másikat. Igen. Uh-huh. Érdekes. De én is meglepődtem rajta, meg mit tudom, én ezt így néztem, hogy mi a fasz? És igazán, hát mert ugye rengetegen használnak márszót. Aha. És ugye a márszóval például ezen a pályán középen berongyul. Azt volt olyan, hogy a két márszó, ugye mert így volt a taktika, hogy ide állt a Moszkva, a márszó innen próbált bejönni. A másik márszóval ugyanitt találkozott, tudod. És ahogy mentek be, ott fájtolták le, hogy tulajdonképpen melyik nyer. Aha. Ugye a Moszkva az most jöhet eddig előre nyugodtan, és valahogy sehogy ne engedjük be a dolgokat. Nekem nagyon középre mutat az RPF, nem tudom. Na, nézzek én. Ja. Most ez a gurka, gurk 4, otthon gurk vagyok. 2, ez mindegy, van az egész. Egyik a klányuka, ez a nagy rendes izégúr. De mindegy is. Ja, azért nem az a... gyerek tagozat, mint ahol volt imént. Valami nagyon lövődözött vérő. Szerintem a Smalandos kiment. Ja, nem tudok kattintani. Akkor a szembe jön veled? Körbe megy. Mert a D3-nál. Igen, innen lövöldöz. Radarban vagyok. Ez Nevsky vagy Moszkva radar, mert 38 másodperc van. Most meg hidróba is vagyok. Leesett.
Az nem baj, csak maradjon ott a hegyhez közel. A hegyhez közel marad, Dávin. Hogy ne bírjanak innen átlőni rád. Igaz, van az valami szomert? Na, úgyhogy valószínű jön ki ide a DD. Nyomják radart, vagy nem kell? Na, úgy se látom. Meg nem vagyok spoton. Én viszont kaptam egy radart. Engem elláttak. Neszkitő. Nyomják radart? DD itt van mögöttem, gyerekek. Itt valahol. A Montival átbírsz lőni őre? Napoli is itt van kint. Kim van a közepén, középső szigeteknél van a dödő. Igen. Ez potom vagy. Már nem, azért van ott. A Napoli. Lepottyantó. Neckivel ki kellene jönni szélesebben. Csatajók az, várja, Vincent van ott, nem tudom, a másik az... Tűz! Nem a fegyverek kell, legénye! Kapitány, ég a hajó! Na, csak éppen torpedók jönnek. Milyen torpedók? Hát... Ez gyors torpedó, nem? Ez... Négy darab volt, mondjuk. Ez marad van itt kint. Itt a Somers, gyerekek. Jujjujjujjujjujj. Menekülnem kell már. Menekülj. Nézd is. Nesz kislő. Hova mutott a RPF-et, Dávid? Nincsen még. Ja. Mondjuk látlakom. Megsérült az egyik fővegünk, uram. Ideig levesen nem tudjuk használni. De most ugye Vincent van nekem legközelem. Jó lenne szélesebben itt jönni, Neszkivel. Tudom, ledobom a spotot mindjárt. Megtorom az egész izét, hát ha belemegy a Neszki. Szép volt. Nyomasd, Void. Még spoton vagyok, majd ha ledobom. Nagyon közel nem mehetek, mert Neszki bemegy a füstbe, azt... Ne is. Ja, Monty középen fog átmenni, akkor... Kapitány, csináljon valamit! Előttünk torpedók! Elment. Kapitány, csináljon valamit! Előttünk torpedók! Köszönöm. És ki jött a füstből a szemmel? Ott a Neszki. Egyet. Kapjon még Rock, egyet. Rok, nyomja a kradart. Nem, nem kell. Kimban a szélén elküldtem át a torpit. Most egy darabig nincs neki. A Montanára akarok visszafordulni. Hogy ne menjen ott büntetlenül. De lehet, hogy én kapom a nagyot. Folyamatosan lát a szemmel. Ott van a füst előtt, azért nem ismerek közelebb. Azért figyelj, hogy a Szent Vincent ne jöjjön be mögénk. Na, itt vagyok. Ha gondolod, nyomd el a radart. Viszont itt nem fog fordulni. Nyomok egy radart, mit szól? Szerintem már izé, látta, izé. Jó, van, nyomjad. Jó, hogy nyomjátok ezzel. Mert most mögöttünk be fog jönni. Ha van repülő, dög föl, Andris. Úgy van. Megy. Ott, megindult a Moszkva is. Ő nem fog kijönni. Hát fel nem gyújtja, de nem bazzom. Ja. Szent Vincent tűz. Na ott az én eszki. Jaja. Töltöm az AP-t. Elkezdett alatni. Előre megy. Azért állok így seggén, mondom, hát a... Piacitát. Jaja. Á, nem fog kapni. Ú, az gyönyörű. Hagyjátok a Neszkinek. Indul meg a Vincent. Az annyi, vége.
Na hát lassacskán csak. Ezen? Na ez most kell rámenni az ZD-t. Itt van a szélén. De kell a help a ZD ellen, mert fél HP-n vagyok azt. Az nem gond, tudok segíteni. Jó, csak a neked is a Monty-ra figyelned kell. Az, én figyelem. Te csak spottold a dédét. Szerintem... most mondjuk, mert most kapcsolatban... Igazság szerint gyerekek, 1 perc 20 másodpercet kinek kiállni. Kapott a Monty is egy izét, egy citát. Nem. Másik oldalt hogy álltok HP-val? Nem látom innen. 50 szekundóra ezt akarom. Mert... Nyomj egy adatot, már jó. Hát, nem tudom, szerintem nincs benne. Nem, de így, hogy benne van. Pont benne van. Így láttam is. Ezt már mondt. Kapitány, a motor teljesítmény most visszaáll. Lőheted nyugodtan be, az annyi. Vincent, az rám fókuszol. Ne, a picsába már megint a hajó. Hát ha azt kiszedjük, akkor meg is lesz. Jó, ennyi. Ja. Éljétek túl, az annyi. Hát innen azért most már nehéz lesz, rock áll a legnehezebben, de... 10 másodpercet. 10 másodperc a szége van. Még annyi se. Jó van, bevetődött. Neszki bevetődött citát tőlem, meg még láttam a Void is. Igen, tőlem is. Szép volt. Ezt nem is értem a gyereket. Elmúlik a füst és ízni brócájba áll, bazd meg. Ezt nem is értem. Igen. Az mi volt? Az mi van, de nem. Mindegy. Igen. Szeretem a könnyű győzelmeket. Pedig az a Nevsky is egy 55%-os játékos volt, szóval nem annyi, elvileg nem annyira hülye, de... Hát elvileg. nem akarom lebecsülni senkit, csak hát nem értem, mert eltűnt az izé, a füst, és ott áll egy Montynak, meg egy másik Nevskynek full broadside-ot. Mi volt az elképzelés? Nem nézte, hogy eltűnt a füst. Ja, hát az nagy hiba. Tomerszán csodálkoztam, hogy egyetlen egyszer torpedót nem küldött. Én kaptam. Csoda? Egyetlen egyszer nem torpedót. Ja rád! Aha. Igen. Uh-huh. Be ide küldözgetett. Azért álltam, úgy seggel tolattam folyamat felé, tudod, hogy mondom, hogy majd spotoljam. Ezért a Neskit. Hát igen, mert te nem tudod kitorpedozni, ő ki tud. A Nesky azért kapott egy torpit. Voidnál is szép volt az a izé keresztbelövés a Szent Vincentre, a szépet kapott. Hotspot. Csináljuk, ahogy szoktuk. Jön Ápoly, meg Vincent elmegy B-re. Én kimegyek a Neskyvel ugye a szélesbe, Moszkva ugye ide jön a izéhez, szigethez, Smalanda meg bemészek ebbe. Vermont, jajjaj. Jókat tud ütni. Igen. Te nem pofáját. Most szólnak Vincent, a hajó korszat készen áll, induljunk a csatába. Viszont szeret égni. Hát, meg könnyű bontani. Ha lesz olyan közel. Jó nagy buffot kapott, olyanokat fordul hallott, hogy... Meg ugye 40 szekedel levitték annak is a HP töltőjét, mint a Zofájónak. Igen? Azt nem tudtam. Levitték, igen. Ez elég nagy buffot kapott amúgy. Egyet lő, és mire még egyet lő, addig tud életet adni magának, az nagyszerű. Az a 40 szekkes töltés, baszik. Abszolút a középre jelez nekem. Lehet, hogy ők is megpróbálják elvinni a C-t. Jó, hát még most indult a csata, még ilyenkor mindenki ugyanúgy spawnol. Én szerintem simájukat betolják középen a három kép közé. Igen? Aha. Igen, meg azt is szokták. Vagy miük van, várjál? Petrus, Stalin. Aha, szerintem betolják a simát itt aha, arra középre. És onnan spotol majd minket, hogy ne bírjunk kepelni. Ez akkor is bemegy célre. Nekem nálam úgy jelez.
Na majd itt a Stalint akkor majd. Az a legjobb. Aha, már állt. Jön be. Kebbe meg bent van valami, C-be. Mhm. Figyelj csak, nekem ide jel ez az? Most már igen, átjött nekem is, igen, láttam, még nem szóltad. Ez a, mint hogyha, ja igen, a Petro. Kicsit közelebb van. Ma én is spottom vagyok. Akkor jó, az fiú. Lesz, hogy én kijövök balra, a sziget mögé nem bírok bemenni, mert akkor full blowba kapnám a izét, hanem Eris, próbáld meg behúzni füsttel. Nagyon. Csak a sima fix, hogy úgy próbálja csinálni, hogy elküldi a torpedóit, tudod. Ne. Itt van a sziget mögött. Szóval lehet, hogy neked is a sziget mögé kéne jönni. Elautotta. És úgy befordulni szembe, tudod, mert oldalról kurva sok torpit fogunk. Ma betölthet egy a sim. Meghagyjatok, azaz. Be. Főleg, az hogyha legendári. Hát azt nem tudom megtorpedózni a Stalint, te azt is. Majd... Látod? Aha. A Vermontok? De eljött összes, szóval bemegyek. A Stalint... Aha, azok be fognak menni a kebbe. A Vincent is, meg a Stalin is. Ezek konkrétan megindultak. Meg is adjam a torpedót szerintem, ha megindult a Vincent is. Azt mondom is. Tálok a Vincent. Ja, megyek is a izére, csatajóra. Most kaptam egy radart. Hát akkor ez... Nem jó. Hát azért nem jó, mert akkor tudják, hogy pontosan itt vagyok. Én ki is jövök a kebből, mert... kigyírnak, hanem... Arra. Állim viszont kijött. Úrva sima végig spotol nekik, bazne. Jaj. Az a Vincent az kapni fog torpedót, nem? Az előbb is kapott, úgyhogy javított. Bújj el, gyere az a hegy mögé, tankold vissza magad. Csak ki kellett fordulnom meg a Vermont okay. Hát a sima be fog jönni nekünk. Vincentet, lőjétek, 1000 HP-n van. Most jöttem vissza, gyerekek, ki voltam fagyva. Jó, gyönyörű. Hát csak közben megölnek, bazd meg a kurv. Ja. Hát ez egy e-sponsored game. Full HP-ról, bazd meg. De mi a faszom jó, lát? Menjek vissza célra. Vincent, az jó enésztem. Pihenek, mert teljesen le vagyok amortizálva. Nem szeretnénk meghalni. Persze, hagyd a fenébe. Vincentet hát, éppen kitorpíztam majdnem. Azaz, átéte neki, hogyha van Elvis. Meg úgy, hogy ne lásson. Csak a sima spotton folyamatos, tudod. Na. Ha van még torpod, van busztod? Bassz meg, pont bemegy a hegy mögé, rohadjon. Várjál! Ott van a sima, ó, bassz meg, ki fog torfolni a gecivel. Kimenjek a sima, azt malandál, vagy blokkoljam a C. Lehet, hogy a... Ó, radar, bassz meg. Kepp jobban kéne. A kepp kell, ja. Itt úgyse tudnak bejönni a Stalin meg a izé Petro. Na, kiszed a sima. Ó, bassz meg. Lukadjon a paraszt. Nagyon áttoltak. Azaz, lukadjál, azaz. Azt meg csak egy nem kapott, baj. Ó, két torpit is benyalt a Stalin. Izé, javított? Igen, mert két vízbetörést is kapott. Most kell a Stalint leégetni a rákba. Bazd meg. Na, bent is van a sima bén. Ha nyomj egy szanát, jó fiú, azért a biztos se kedvél. Tudom, hol a DD-jük a másik. Azon van. Itt a kertben. Ebben van bent, ja. Ott van a szembe. Tulat. Hol lenne Stalint kinyírni, mert a másik oldalra meg bajba van. Ja, szerintem cserélhetek kéne. Mert mindjárt jön az és csinálnak a mi úszra. Igen, az a baj, nagyon nem jó vagyunk. Vermontot nem tudod kinyírni?
vagy leromolni? Na, azt akartam nem, mondani. Hát itt van a Simo mellettem, ő visszajön, elküldi a túlterülét és megfordítom. Várj, ez hogy a faszom gyorsít ez a Vermont így? Lekánom. Ezt Stalinba is alig van HP. Igen. Kurva, hogy kifagyok, bazd meg ezt. Marad harmad élet, negyed életem. A Smalander indult, gyerekek! Kapitány, a hajó már megint lángokban áll. Torpedó orfelől. A parpenal vagy előttem. Befordult. Egy a picsába csinálta ezt. Állni az elébb voltak. Kapitány, célba ért a torpedónk. Ég! Ez leégett. Jó, küldtem még torpedót a Petrónak is. Jaja, annak adja. Az úgy küldtem, hogy, hogy fordul majd a izé felé. Moszkva az felé. Se baj, ha leramolod, jó fiú. Az se baj. Le akarod rombolni a Vermontot? Nem. De itt a sima srácok. Hát, Dávid, nem sebeztem rá, bazd meg. Simát kéne kiszednéd. Jó, majd tudom. Kezem volt már, tudod. Be fog menni az jó fiú mellé, az nem hiszem, hogy bazd meg. Nem sebeztem, érted? Figyeltem, nem adta be a torkot csinál. Nem sikerült élesedni. Adjunk erre szarra. És nem tudom gyújtani, geci. Nem. Hogy fordul az a Vermont, bazd meg? Fizika törvényeit meghazudtolja. Lőjétek, lőjétek, mockával. Lőjük. 5K, ez na, az. Kösz. Egyek segíteni a nem látod, tudom kinek. Elbújik vissza, megy főhápézze magát. Not a Vermont, lője valaki, aki tudja. Én nem, Monty. Még egy HP-t be tudok nyomni, a kurva anyját, hogy kifagyok. Azaz. Hát de... az összes torpedót. Hát nem baj, de legalább nincs Vermont, hát most mit csináljunk. Jó, megyek. Túlélte. Hát... A Smaladban ennyi HP van, sok mi? Aha. Hát mindegy, Dávidban is sok van. Ja, csak egy kis fokon. Igen, igen, hát te. Egyértelmű. Ja, arra mutatott felé, van előtt a simára, hát most. De kurva, Moszka, bazd meg. Most sem radarozik. Neked balra van, Void a DD? Fingom sincs. Ne, ott van a izé előtt a... Dávid, ahol már erre megy. Aha. Mindjárt ott lesz pár radar. Na, radarozik a Moszkva, úgyhogy... Csak minden. Hát csak majd, ha leesik róla, akkor már nem lenne mindegy. De amúgy, igen, én is értem amúgy, hogy... Ez mi volt? Felé ennyire. Jó, hegeztem én is a Moszkvát. De már ne lőd, Dávid, minek? És értem, hogy minek lövi amúgy. Hát, mert spoton mondjuk, akkor tök minden. Mert lövősz azért vagy spoton. Ha radarnak vége, akkor 20 másodpercig még mindig látod. Valahol itt van a sima. Baszod. Azt most nincs értem, hogy miatt panaszra kellett lőni, bazznek. Ki tudtok volna, hogy szedni Moszkvát, hogy nem halsz bele. Moszkva felé jelez nekem, nem tudom. Jö. Nem tudom, be kell mennem a keprőt. Hát... Mindegy, lőjük a Moszkvát, az... Á, hogy itt van a sima előttem. Neked jól áll, jó fiú. Hát én már másodszor becitáltam. Tudom, hát láttam, azért mondom, neked jól áll. Az de nagyon kell valami help nekem a Smaland ellen. Hát itt vagyunk. Jó. Meg a sima ellen. Jó, meg kell venni mindenkit. Jaja. Két full up és DD bazd meg. Jó fiú, te mész izé A-kepre, mi meg megyünk a izével. Az baj, az Atisban is alig van HP. Hát azért azt megnézem, hogy kiszedi. Hát azért ott van még HP. Hát öcsém, Montiba, kövire. Az lett már. De meg ne lőj a Montiba, ha nem látom. Ütik, hogy kigyújtott. Gondolom a Smaland. Tudod, hogy a izé.
megmaradjon hát, meg kertben. Le fogok szigetelni. Úgy ész meg, ahogy nem fél. Látod? Nem baj, előtte magát, az nagyon jó, mármint hogy torpikat most elengedte. Na itt beállok a izéhez. Jó, menjél jobbra felé, a szigetnek a sziget felé menjél, hogy téged a smalan ne tudjon lőni, te tudod lőni a simát. És a simát fogjuk itt lőni. A sima, hallod a izéné. Hogy várjál, a sziget túl... Nem lát. Nem, benn van a... Most itt meg van. Figyelj, lőd a simát te is most. Mind a ketten elnyomtátok a radart. Nem, én nyomtam el. Mazd meg, jó. Én is elnyomtam. Nekint is messze lett volna valószínűleg. Smaland. Smalandot azt nem tudom lőni, csak pár másodperc. Nem, 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 nem. Jó van, sorry. Smalandot most tudod lőni, kitolat. Smalandot lőd, please. Látom. Lassan a Moszkva is tud, nem? Lőni rájuk. Nem szigetre. Igen, a cap az kell nagyon. Vigyázz, ott is. Látom. Azért jöttem bennyire szigethez, mert... Az jó úgy, csak ne menj ki a capből. Csak az ott is, bazd meg, nem kaptor? Nem. Jó. Nem, jó fiú is behúzva, itt beállok seggel, azt itt... Igen, beállok itt segge, azt is... Én is menekülőre fogom, mármint úgy értem, hogy háttal megy. Így beállok, és csak úgy nem tud talán megizélni. Jó, blokkold, csak ki ne menj a kepről, hogyha akar fogni, ne engedjük. Az se baj, ha én meghalok. Csak hogyha ketten összefognak és várhatanak. De baj, ha meghalsz, mert... Marióra? Nem, igen. Nem, mert nincs, nem lesz több pontuk. Ja, meg itt van mellette, ott is segít Máriónak, ha ki rásol rá, akkor se bírja izé elvinni. Nincs annyi pont, ha valaki meghal, akkor Jó fiú, gyere minél közelebb felénk, és most, hogyha odaértél a szélére, akkor lehet... Meddig megy el a radarod? Átér odáig. Jó. 2 percet kéne kibírni. Most egy kicsit mozdult a az RTF. Itt a sima. Igen, ő spotol, hogy majd tudj. Benn van a kepen. Igen, benn van. Mikor lesz a radarod, Mário? Látják Máriót. Látnak. Lehet a radar. Jó, lehet a lövés. Nyomjad. Lőjük a simát. A smalandot közelebb jelzi, bazd meg. Nem baj. Mert a hely mögött közelebb van. Nem baj, sima hat kopjon. Nem baj, sima hagyj halljon. Na, megint egyszerre nyomtattak a radarod. Én nem nyomtam, nem baj. Edd meg. Föladták, gyerekek. 5 percünk maradt, főnök. Itt az egyébként ezért nem akartam tolatni, mert tudtam, hogy rám torpedózott a mocsadék. Jó. Óriási damage-eket vedek a smalandra, amúgy csak szólok. Én szétlőm a szigetet. Amúgy tűntek nagyon feladta. Hát persze. De ez feladta. Nem, még megpróbál menekülni. Igen? Miért? Hát akkor... Szopja lehet. Hát eldatál mindenkit, vagy micsoda. Igen. Ja, toladgat össze a szopat. Jó van, nice. Eldatonált. Nem baj, szép volt. Az egy nagy mázink volt azzal Vincent, hogy elbénázta. Az elején... Igen. Belelassított az összes torpedón, vagy csak majdnem az összeset benyalta. Nem hardival. Zat is ebbe az fagyásba. Nem. Elmegyek full HP-n és 1/3 HP-n. 1/4 HP-n voltam, amikor visszajöttem. Hálos testük, napi, egy maximum napi egyszer szokta, szóval remélem ennyi volt. Na, itt a tromb, hol a tromb? A
trombot viszont meg kell vonni olyan szempontból, hogy az kurva lassú hajó. Jó, de rohadt jó koncia is. 5-9 ért, tehát egy ezen lett. 100-zal több, mint a Dávidé, tiédné meg kisebb. 100-zal. Vagy mennyire. Nem, egy, az enyém 5-8. Hát az övé meg 5-9. Igen. Na várj itt, hogy... Na igen, most akkor ezen a pályán hogy is csináljuk, mert most akkor változtatunk már megint. Tegyük szét a két csatajót? Vagy toljuk meg fúra izét szét? Mert múltkor meg nem működött ez a... Szerintem hát toljuk meg most jobban szét, aztán legyen az, hogy a Nápolya meg a Vincente kimentek ott izére. Jó. Szére, ahogy szoktunk régen is. Moszkva meg menjen a... Remek az idő. De hol hagyjuk a munkit? Akkor itt Bén szélesre vagy cén? Van meg menjen szére, igen. A Neszki... Nem. Nápolya, mondom, mennyi cére most. Jó. A Neszki legyen itt Béné, meg... Meg én. Az Valanda mennyi cére? A Monti az így. Moszkvával meg cére. Moszkvával is. Moszkvával is? Igen. Moszkvával is. Mondom. Ahogy izé, mondom, nem működött már mutkó se. Hát de itt volt az, amikor négy Sztálin volt, egy Petró, gyerekek. A Moszkva az ide, mi megjövünk ki erre. Persze, ahogy szoktunk is régen, nem működött az a pusolcs itt izéné BA-na. Mutkó is szoktunk. De azért meg külön mentetek, gyerekek. Te össze meghalt a Nápolink, aztán meghalt a Vincent. Mondtam, a valahol itt maradt középen. Oké, csak. Ja, csak pontosan is tudom, hogy majd ahogy láthatod, hogy éppen hogy jön ki. Inkább kájtban. Ha itt látod, hogy ők így tolják, meg itt, akkor Montival eléggé előre jöhetsz, hogy minél jobb szögbe tud ezt lőni. És akkor még innen vigyáznod kell, tudod. Tehát, hogy annyira gyere előre, hogy ez a hegy, ez valamennyire védjen. Trompot küldik-e a izé rára, az a lassú hajó? Hát szerintem C-re jön. Sokkal szíget van, ahova bebirálni. Sőt, azon se csodálkoznék, ha a két DD ott lenne egyébként. Elég lassan értek be. Két DD Tromb meg Smaland, ezért az nagyon ütős kombót. Szerintem ott egy Nápoly fog jönni. Nekem ideje lesz, a Monti válj meg lassan. Középre jelez? Nekem izére mutat. Nem közép, hanem oda a... Nekem ide. Szigetnek a... Hát nekem meg ide. Ok. Spotton vagyok. Igen, azért be kell jönni teljesen ide. Tövébe úgy be lehet valahogy állni. Már vannak a többen is. Mondom. Azt nem azt látom. Tromp itt van címen, ide tortatózom. Aha, itt van a Tromp. Hát az ellen viszont el lehet vinni a keppet, hogyha. Akkor itt nyomjuk keményen. Ne, hát még várjunk azért, várjuk meg hol vannak. Mi csak két hajót láttunk. Várj, azt mondom, fordulok egyet. Azon gondolkodtam, hogy elmegyek azért Void elé, mert nekem gyanús, hogy középen, mint hogyha ott jönne valami. Uh-huh. Nem tudtam kinézni. De mondjuk esetleg a Moszkva föl tudja radarod, de még nem indult el. Vigyó, előlőttem, és senki nem szpotolottam fel. Jó, én nekem ide mutat az LTF. Nem létezik, hogy a Montit látom, de az is lehet. Itt kellett lennie, vagy ilyesmi legfeljebb, de... Aha. De Neszkia, nem vagy spoton. Nem vagyok spoton, és ide jelez az RPF. Ez kapott egy 40-et. Akkor azt a Montanát is jelezheti. Hát és kifoglalt el a pontot. Neked hova jelez? Valami haló. Radar, mehet a kertre. Mind a két DD ott van, jó van akkor. A Vincent, az jól áll. Az a baj, a Moszkvát szét fogja dobálni ez a retkes Tromp. Jó, ott a két izé. Ki jön, figyelj, Dávid. Nem jön ki. Nem jön ki? Szerebb is. Én megpróbálok spotolni valamit. Jön itt.
Nem, mi most legyen? Senki. Megpróbáljam úgy megtolni, hogy... Két DD van ott azért óvatosan. Na, abban is itt van. Én megyek annyira hátra, tolatok, hogy tudjam lőni a trompot, mert az nekem full bűzével lesz végig. Hogy ez ki van csak? Nálunk meg egy Monty. Nem tudom. Igen. Ki jön a tromp? Ó, baszki. Mi meg rá radar? Egy repcsi. Lehetne rad is. A sziget mögött áll amúgy a izé a Neszki szerintem. Itt ennél a szigetni áll itt. De jó, hogy nem lehet eltalálni. Ezt ki fogják szedni jó fiút, úgyhogy szerintem lehet, hogy nekünk kéne itt valamit csinálni ezen az oldalon. Hát indulj el, úgyhogy... Azért mondom, a Montanával is előre jön, meg a Neszkiel, ti ezt... is meg ott jó, be kell tudom jönni. Hol a Neszkiel, baszki? Mondom, itt van a szigetni. Csak nem szólt ott van még föl, itt ül a sziget mögött a Montanánál. Világos. Arra várnak, hogy located vagyok, arra várnak, hogy menjek oda. Aha. Hát lehet, hogy neki is be kéne akkor inkább jönni középre és a Montit kitorpedózni. De most már nem fordulok el, mert vissza, most már itt jöttem. A motor teljesítményt visszavettük normál fokozatra. Én már betolattam a pálya közepéig majdnem, hogy tudjam lőni a trompot, ha legközebb föl lesz motolva. Arra... Vincentre. Mindjárt lesz. Szegény jó fiútat kiszedik, jó? Baszki. Aj, az meg elég. Na itt a izé a Monty. Jó. Mondom, hogy nekünk kéne megtolni, nem tudnak ott csinálni izével. Hát de jó, de hát hogyan toljuk meg? Ott a izé is. Hát aztán. De én be tudok foglalni, innen ki lesz kergetve a Neszki. Be tudom foglalni a kepet, ezt mondom. Hát akkor foglald nincsen be. DD. Foglald be. Segítek nektek akkor tolni. De gondolom a Monty most oda lövöldözik nekik, nem? De Neszki az direkt úgy jár be, bazd meg. Hát itt van radarod? A kepre. Akkor told el, mert fölvök szmottolva és majd utána egyből told el, jó? Félek, hogy nem lesz benne. Ó, bassza meg radarba vagyok. Jó, azzal ne foglalkozz, mert nem tud kb. Senki lőni. Nyomom a radart. De a Monty ezt tud rám lőni. Lássuk. Katon van. Nincsen benne. Ja. Nem látom. Nem töltök meg egyszer. Látom. Ja, smalan is meg. Na, szép. Szép. Figyeljetek ott a DD-kre. Igen, azokat szedjük. Ennyire van tőlem, nem vagyok én így rótában ennek a Neszkinek? Hát azt nem tudom. De szerintem ott vagyok benne majd. Nem bírok majd bemenni a kebbe. Majd betolatok. Nem baj, az, nekem jó lesz ez a Neszki. Jó, halljon meg ez a smaland. Akkor már csak a tromp lesz ott. Tromp is lőhető számomra, hogyha így meghaltam én kis. Fotoljátok. Mindjárt betolatok. Azt ha spotolod, azt nyírom én is. Én is lövöm. Csak hát nehéz, mert mozog. Milyen érdekes. Ezt a Nevskire? Lehet. Beállt a sziget, ez betolatott teljesen. Mondom, itt van. Várjál, nyomok egy radart. Na, nem is kellett volna. Szerintem kurva nehéz eltalálni azt a hülye trompot. Faszom, hogy megvihetem. Pedig előttem. Jó, három torpedója van, nagyon nem tud bántani. Jó, hát kikerget a kepről, gyerekek, hát el kell innen menni. Jó, hát hogyne. Egyet szedjél csak össze, ha vissza lehet. Ú, bassz, meg mitől kapta akkora? Montana. Montana. Jó, ledobom a spotot és megvendászom a trompot. Már 6-szor találtam el most még lakon. Már tök mindegy, így mögöttem bejön a nápoly. Nem bírok mit kezdeni már vele. Jó, Montival induljál. Előre tudsz esetleg kipusolni.
Én miért levadászom a trompot? És elfoglalom a pontot, legalábbis reményem szerint. Ne, kipusszolni, bazd meg. Szétbasz ez a rohadt neszki, bazd meg. Eddig van még radarod, bazd meg. Se nem látom, hogy honnan jön a nápoly, semmi. Ez a kapitány. Mögötte van nekem. Hát mondjuk tudok most foglalni. Foglalj! Ne foglalok, és utána föl kéne mennem spotolni ezt a... 15 másodpercet tudok szedni. Meg rock, meg is hal, az van, hogy foglalok, meg a trompot el tudnánk intézni. Igen, azt tudjuk, csak... Ott a trompa, trompot! Mindjárt, mindjárt megy be. Meg gyulladt, meg kap egy torpit is a mont, nem kap még egyet, faszom. Ott a tromp. Jó, és... Jó, visszam a pontot, megpróbálom, mert mindjárt... A Neszki az vissza fog fordulni valószínűleg. De várjál, mert vigyázz, mert főszpotol a izé, látom, hogy jól az a Montana. Fordulok. Nem tudom, hogy merre fordul a Monti. Ki fordul a Monti? Lát a Napoli, geci. Igazság szerint nem is kéne nekünk két pont, vagy a három pont. Kellene, mert 200 ponttal mennek. Jó, nem 100. Fél percen belül... Én menekülök. 3 perc 20 alatt nyerünk, 3.52 alatt ők, szóval mi állunk jobban. Nevsky amúgy visszajött ide, kéne rá, azt mondt. Eltalált a paraszt. Mário esetleg jújonga a Montit? A Napolit, a Montival a Napolit. Én Napolit akartam, igen, én is. Monti az a baj. Á, figyelj rám, az a baj. Belassított. Még van egy izé torpedó reload boostet rányomtam. Mindegy, Montinak amit küldtem már nem is jó. Elmenek, én nem tudok, gyerekek, lövök. De ha úgy haladsz, akkor pont a hegy mögé mész be, és igen, csak a Napoly fog tudni lőni. Igen. Még most előtte magát a Monti rád. Megint lőtt rád a Monti. Ott a Neszki. Ez a szaros 12%-a kettőből kétszer gyújt fel a paraszt. Úgy kerüli bazd meg a izé torpedómat, hogy... Tű, a Neszki le fog torpedózni. Igen. Az jobb, ha elindulsz előre és balra elfordulsz. És tudom, hogy pont megfulladt a torpedóm, ezt nem hiszem el. Pont benyalt volna két torpedó. Már radaron vagyok. Igen, nézel, hogy hol vagy. Beállok ebbe, hogy ők legyenek előrébb. Viszont a Monti az kapott egyet. Itt az a baj, hogy a... Nem létezik, hát ez a Napoly nem tud gyújtani, geci. Mário, menj be a kepre, vagy nem tudom. Igen, a C-re. Én is arra gondoltam, de csak még radarban vagyok. Megáll a Napoly, megáll a Napoly. Elindult. Fogják a kepet, ők nyernek. Nem baj, az nem viszel. Ha Napolyt ki tudja szedni a Montival, pedig tudom, hogy nem, csak... Bement a hegy mögé, bejött ide.
ide. Nem tudsz klikkelni. Nem bírok klikkelni. Küldök torpedót még Monty-nak a izének, mert ki az anyasz kivel csak? Hát csak... a hegy mögött fogunk. Nem létezik. Mindig látni. Most visszamegy és többet nem látjuk, ők mennek, srácok. Hát igen. Még az se segített, hogy 6-szor gyújtott fel a nápoly. Oké, hogyha Mário beérre áll. Nem érek be, mert annyi pont előnyük. Pedig pont most talált volna Montyra egyébként a torpedom. Az pont elébe torpedózom. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Hát igen, ezt mondt. Károt rámenni ezért a nápoly, vagy ezért a... be a kebbet. Hát de arra jöttem mindenféleképpen, tudod. Igen, csak mondom, hogy ez a fordulószer, tök fölösleges. De én fordultam egyből, hát ami, még mielőtt kilőttem a trompot, én már visszafelé fordultam. Kurva, ennyinek a nápolynak, bazzik, egy olyanokat kibír. De olyan hajóra fókuszálunk, aminek tele volt a HP-ja, érted? Ott volt a Montana, 20 000 életen. Vág ez? És elment. Kihúztam két hajót a jobb széléről. Igen, az a baj, ott a tromba, az meg szétbaszta, izé jó fiú, szétbaszta. Igen, meg kellett indulni. Az oké, hogy jó fiú szétbaszta. Miután a tromp ott megjelent, az fix volt, hogy őt fogja bombázni. Hanem, hogy az a tromp, hogy a faszomba, vagy a tromp, mit akarok mondani, hogy a faszomba halt meg a mi dédénk ott. Smaland, illetve Moszkvaradal. Igen, szerintem, hogy lerásolták. Az 12 kilométer. Láttátok, hogy jövök föl az oldalon. Ki fogom húzni az egyik hajót minimum. És utána egy hajó maradott. Kiszedtem mind a kettőt, baszki. És addigra meghalt a rombolónk. Nem lehet várni egy picit? Akkor éppen radar alatt voltam, és a Smalandét, úgyhogy nem. De a Smalandé 7,5 kilométer. Hát, de ha bente van, mint 7,5, akkor elég nehezen. Szalandot előre mentek, benn volt a kert közepén legalább. Nem tudom, megmondom, hogy szintén nem figyeltem hol a Dávid, de a Szaland az benn volt a kert közepén. Hát a hegy mögött voltam. Ezen a pályán, ott ahol meghaltál Dávid, a jobb oldalán a kertnek van egy sziget, ahol a seggedet bevirottolni, és azt csináltam. Bemész a hegy mögé. De nem a középső hegybe, nem a középső hegybe. Kirácsolt a déli. Mert az meg a kertnek már túloldalán volt. Nem lehet elmenni. Hát az mennyi? 50 méter. Hát hányszor szopadtak meg minket úgy, hogy csak a seggét kitolta, elnyomotta a radart, már vissza is ment. Bukott 2000 HP-t. Érted? Én nem tudom, hova kéne többet csinálnom, baszki. Nem neked kell. Hát akkor még ennyi esélyünk se lett volna. Ma nekem nem megy. Úgyhogy... Ja, hát két meccset fölös ízébe ne bonyolódjál bele lövöldözésbe, meg ami kétes hely, onnan ne menj be a kepre. Az, hogy kiradaroznak, lősz egy szalvót, oké, de utána abba kell hagyni például, mert ha leesik a radar, egyből eltűnsz. Viszont ha lősz, mikor még 10 másodperc van hátra a radarból, akkor te még további 10 másodpercig látszódni fogsz, mint a radar lejárt. Érted? Ezért mondtuk az előző meccsen is, hogy ne lőj. Jó, azt mondjuk pont nyertük, de az elég rizikós volt. Utána másik, Bibi, hogy megint ott volt 20 000 HP-n a Montana, bazd meg,
és senki nem lőtte utána őt, hanem a nápolyt, aki ment középen, azt Atis elhúzta volna. Ahogy el is húzta, viszont a Montana túlélte. Hát az a baj, hogy a Void is a, ugye a kebbe be kellett állni, aztán nem tudta lőni, a... senki nem tudta lőni. Ez úgy járt be, hogy ott... Hát ott lehetett volna hamarabb megindulni előre a Montanával talán. Oké, hogy a Nevsky bontotta volna, de full HP-n volt ő is. Tehát hogy kell fővenni sebzést. Ja, csak nem volt igazán tiszta, hogy most mit akarunk csinálni. Hát én mondtam neked, menj előre, erre visszafordultál balra. Mi? Nem, akkor azt mondtad, hogy balra menjek. Hát, hogy balra. Na koncentráljunk erre most már. Hajóra, nem azt mondtam. Van Nápoly, Vincent, akkor ide ki szélre. Céni ugye. Nevsky meg jön velem mizére ára. Moszkva meg ide a szigethez, ugye a szokásos. Montiba is való, ugye, középen. Mennyi, mennyi, Anis? Az a nápa is hallod, az annyira tudta, hogy rátorpedózok, fordult folyamat ki, telibe torpedózom, csak épp, hogy megfulladtak a torpedóim. Így ilyen 200 méter bazgma, azt így kicsapom. Engem is nem bászolod el, bár Monti, akkor túlélem ott. Csak hát igen, itt a nagy csapatoknál már az van, hogy egy picit hibázol és rogy, eldurrant a HP-d. Tehát, hogy itt nem lehet olyat, hogy tudod, kitolodsz úgy, hogy lehet, hogy nem rám fog lőni. Nem, az kurva Isten, hogy rád fog lőni. Mert amiket mondok, légy szó, azt ne úgy éljétek már le, hogy most mindenkit lebaszok, hanem hogy próbálunk elmondani, hogy mi lehet ott a hiba. Jó, szóval ne sértődjetek meg rajta, nem, mit tudom én, ilyen hülye a hangsúlyom, meg mit tudom én, szóval. Tényleg, hogyha valakit bántadnak, attól meg bocsi. Vagy szóljon, és akkor annak nem. A zsebkendőm nincs. Hát ez 2DD. Ez nagyon gyorsan leúzták azt a B-t, igen. Az nekem is furcsa volt. Pedig engine boost-tel jöttem be én is. Na, nagyon óvatos, baszpatogatok, mert talán... Ja, ja. Na, megint van. Akkor hello van. Ja, ja. Dávid, hova mész ott? Kívülre mondtam. Akkor menjek. Két csata jót. Mi a fasz? Akkor... Hát, elvileg ott nem lesz DD. Hát még nem tudod, azért biztosan, mert lehet, hogy cirkáló is beért nagyon gyorsan a DD-be. De amúgy szélesbe jönnek ezek is itt. Látom. Most ér... Szigeted most ér be. Nem a részvétel, hanem a fontos. Ott van a DD, jó, mert... Lement a szigetre. Gyere vissza, Mario, fordulj vissza. Itt maradok így, hogy izéni azt. Mert onnan fog jönni a két valami. Valami torpja. Én spoton vagyok. Szmalant. Én is spoton vagyok. Ilyen dédek vannak simak az a szmalant. Már így izélek, és majd mindjárt nyomok egy radart. Tudjuk majd mi van már. Szállod! Nagyon nyomom. Nincsen benne. Ott menjetek át. Mindenki itt van. Itt két DD van. Ott sima káza itt. Mm-hmm. Jó. Megyünk. Fordulok. Kolomba. De várj, egy kin van jobbra. Ezt mondom. Igen, azt mondom. Nem. A másik is itt van. A szépet kapott. Az nagyon szép volt. Halljon meg. Honnan veszed, hogy itt a másik is? Hát én már simára néztem, és a kicsit jobb... Nem, hát még jobbrább volt az RPR, de akkor ezek szerint nincs. Hát nem tudom. Most nem látnak, megyünk izé. Menjünk át középen, mit szólsz? Yes. Jó, csak ki ne torpedózzon. De várjál, mi nem spotolódott még fel, valami hiányzik. Nápoly. 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 De amúgy vágod, hogy itt a DD. Vágom. Szóval majd még nem látnak téged?
könnyes búcsút veszünk. Most, aztán most látott meg. Na várjál, most kiderül, mi lő rám, figyelj. Jézus, most. Gate over. Pont 29-e van, az nem tud lőni. Egy ember céloz. Nem tudom, hol a Nápoly. Ne szarakodjunk, menjünk lefele. Menjünk, menjünk. Én most nyomok egy szonárt, mert mindjárt már engem céloz. Nyomjak egy radart, szerinted? Különleges, mert bement a szigethez. Nem, én nekem kin van nyílt vizen. Na jó, akkor nyomjad. Ott a Nápoly, tessék. A szerelő csapat már szolgálva, többet nem nyújtogatsz. Ellenséges cirkáló test. Úgy állok, hogy nagyon ne tudjon lehápézni a Nápoly, megyek utána amúgy. Igen, ez várható volt. Torpok jönnek. Egyet benyelek, de nem tudok mit csinálni. Ha belem. A Nápoly torpedoz és húzza onnan. Mert nagyon rosszul állok, sajnos. Neki kell mennem a szigetnek is, csak úgy tudok bekanyarodni. Nem tudok bemennek ebbe, mert ezek ilyen... Nem baj. Az már nekünk jó, hogy te látod a Nápolyt és torpedózod. Csak egy nem fog találni, bazd meg, rájöntem meg torpedózni. Nem, az baj. Annak egyetlen egy se, bazd meg. Jó, menekülj. Ó, négy hetet külön küldöm, bazd meg, ez egy nem talál be neki. Hát bazd meg. Moszkvával megindulhatsz előre, jó fiú talán. Vigyázz, Eris, mennyire tolatsz. Ki fog menni megint szélesbe a Nápoly? Az nem baj. Hú, vigyázz a Kolombó a seggedet. Pályázza. Jó, csak torpedozgat. Lehet, hogy be kéne menet közé. Most tudod lőni a Kolombót? Azaz. Van radarod? Hogy tudjam merre... 37. Várjál? Ne. Tudjam, hogy merre menjek azért, ha elnyomni. De mindjárt várja, én elnyomom. Így csak kicsi közebb megyek a szigethez, menj előrébb, tudjam. Jó fiú, mert telibe fog verni a Hagyd a pontosan, aki jön. Látom. Na ezért nem akartam középen menni. És akartam, hogy... Korai volt ez a torpjaim. Nem sikerült ellenni a torpjaim. Másikat tartsd meg. Egyet közelebb küldtem, egyet meg a izére. Mi a fasz lát? Ja, sima már. De nagyon lobon van a Kolombójuk is, meg a Moszkvájuk is. Hát ki kell tartani, nincs mese. Két tüze van, el fogja oltani, ha... Azaz, nem fogja. Moszkvát kiszedi. Ez érdekes. Lőtt a füstből, és nem látjuk? Mi a fasz? Figyelj, jön be balra a szmaland. Ima, meg előrébb van. Van radarod? Figyelkergessük? Ne lőjél, Dávid, valahogy próbál túlélni. Még ha 1000 HP-n, az is valami. És megint nem kap torpedót, te ez a Nápolyba az meg? Az mázista köcsök, pedig foltott. Basszató, geci. Ne, meghaltál. Mondjuk ott a Kolombót még ki tudják nézni, két kepünk van. Hú, de jó, hogy szembe állunk. Figyelj a torpedókra. Hát meg. Nem baj, hogy hagyom a picsába. Franci Zsó. Mi
mikor lesz radarod? Van be. Várja még. Nem, nem biztos, hogy benne van. Igen, ott a füst, most ott le a füstöt, az a sima füst. Tedd a sima füst. Tudom, várja, mindjárt. Találjuk el, mert most akkor van. Meghal a Napoli. Nem kell, mindegy. Nyomd. Ma ott van. Hát, azt csak te tudod lőni sajnos. Lőd egy darabig. Az a baj, Napoleonnak látja a kibaszott torpedóidat. Igen. Ez dispatcher jól néz ki. Ez csávó bazd meg tényleg, hogy egy kibaszott torpedót nem kap. Itt meg fognak halni a srácok a túlfelén, úgyhogy azt a simát azt ki kell szedni. Megyek. Megyek rá szemből most. Megkerülöm ezt a szigetet és megyek rá szemből. Ó, elfüstöltem. Mit hagytam benne? Te figyelj, menj ki operre majd. Menj ki operre, mert ha a simával találkozol, az is jó. És... Jó, menni kepre most. Jó, akkor menjek. Most kurva sok torpedóm is van. Jó. De visszajött a kepbe a DD. Azt nézem, itt van a kepbe. Jó. Tudod lőni? Mert akkor tudom radarozni, csak én nem Ne. Hülye volt az RPF, visszafordult ide. Szigethez. Jó. Én nyomok egy szonárt azért. Ja, tök mindegy. Otthon vagyok. Bassza meg. Akkor lőd. Azt le kell rendezned. Hát, mert tök mindegy, azért ketten élünk. Hát nem hát baj, igen. Rendezd le. De akkor hozzátok le gyorsan. Jó, és azt megölted, azonnal menj a kepre. Ott van még a másik, azt torpedózd le. Persze, repülő az fotóba, az meg. Az nem baj, azt torpedózd le. Ja, hát, ne lőj, az kész. Jó, hát csak várom, hogy lemenjen a izébe, az meg ezt a secondary is. Hát, ha nem lát meg a Monty. Na, fasságot csináltam, hogy belasítottam, mert most még felén fordul, az főszpotó. Amúgy nem tudom, ez a Napoli kurva kemény, bazd meg. Hát eltaláltam kurva sokszor. 5 tüzet dobtam rá, és még mindig ennyi élete van, bazd meg. Hogy a picsába? Egyetlen egyszer nem tudtam megtorpedózni. Egyetlen egyszer. Igen, az volt különben a kulcs, hogy azt nem sikerült. Azt a dodge-ot figyeld meg. Folyamat mindig tudja, geci. Egyetlen egyszer. A torpedó izé reload boostert is az előbb rányomtam. Egyetlen egyszer nem kapott torpedót. Most be ezzel kap. Hát igen, mert most már mindegy. Nem mindegy, még meg kell ölni. Azon vagyok. De már jó is meghal. Igen, az a baj, hogy felén fordult azt izé. Hát, hogy az meghalt szerintem, de tök mindegy. Ahogy itt egy Colorado, az jó. Colorado? Na, Colorado. Jó, Colorado, bocsánat. Az is van benne. Mindenkit megölök. Még ezt meg is lehetett volna nyerni, ha nem döglök meg. Hát ez van. Még ha mi sem döglünk meg. Na gyere már paraszt. Ez jó sokat kapott. Tök mindegy. Nyugalom, kapitány! A baj, bazzek, hogy az a Napoli nem kapott, vagy... Négy-öt szalvóból semmit, bazd meg. Egyszer beszopja, mert mindig akkor volt az, hogy fölgyújtottam kétszer, eloltottam, mentek felé a torpedók. Ott, ha csak egyet beszop, bazd meg, az harmad életem van az a gyerek. És le tudom rásolni. Ez van. Ezt kell szeretni. Jaja. Akkor mi, hozza maga Udent? Először ember kéne. Teljesen mindegy, mivel megyünk. Lelépett Dávid? Mi? Egyszer malandó, ezek lesz pöttyed népet. Hozzatok, hova állod, Dávid? Ez malandó. Nem vagyunk meg, úgyhogy. Gyurinek szólok, nem tudom mit van-e. Bár... Látom, megért közben. Bravósok is az a baj, heten vannak csak.
Nem baj, hát akkor menjenek, akkor ennyi volt már. És mi van, Dávid? Dávid lelépett. Elment a kedve. Már nem jött össze neki. Akkor Zsepi. Tényleg az lesz, nem mondok inkább semmire semmit, baszki, mert itt mindig sértelmes lesz belőle. Nem ez volt a baj, mondta, hogy nem megy neki, hát ez a baja. Klancsat a végére fent leszünk a tajfunkba. Nex is nem tudom, hol van. Még azt hiszem nem is jelölt, hogy lesz. Kaptam egy ládát. Vagyis még messze van a vége. Pikpak, itt van ám a vége. Nehogy azt hitt, hogy olyan messze van. Jön mikor jönött fel? Szilveszter. Pikpak, itt lesz az izé. Hát ez így van. Hát az új év után van két hét, azt ennyi. Most gondolj bele, hogy hát még egy-két napig én is vagyok, aztán nem vagyok, aztán vagyok, aztán megint nem vagyok. Gondolom nálatok is utazások minden. Ivalszat. Hát az nem. Na jó, kicsit. De a két csata szerintem még mindig azon ment el, hogy nem haltak meg a hajók. Ez így van. Mit akarok mondani, Rok? Ki van lőve a streamed? Nem. De mindjárt kilövöm. Bár egy picit. Szerintem Gyuri még nem bír jönni. Na, kérem, tisztelt hölgyeim és uraim, mára ennyi volt a kláncsata, kettőt nyertünk, kettőt buktunk. Jó, hogy laptopról van. Igazándiból a szokásos szopáson vagyunk túl. De sajna nem bírunk tovább menni, mert haton vagyunk, úgyhogy ennyi volt a CB stream. Tehát mindenkinek köszönöm, hogy itt voltatok. Lehetek jók, vigyázzatok magatokra, jó éjszakát. Hello, hello, sziasztok!